Sziasztok! Üdvözlök megint mindenkit a csatornán, aki néz. Ebben a videóban szeretnék nektek adni egy jó tanácsot, aztán majd vagy megfogadjátok, vagy nem. Szigeteléssel kapcsolatos a dolog. Ugye szakmai ártalom, hogyha megyünk az utcán, mindenki a saját szakmájában nézi azt, milyen hibákat, milyen szépségeket lát esetleg, és figyeli ezeket a dolgokat. Nagyon sokszor észrevettem azt, a szigetelésnél, hogy az indító profil le van szakadva a helyéről. Ugye amikor csinálják a kivitelezést, annyira nem foglalkoznak a külső részével, ilyen pici lukak vannak rajta, és az a baj, hogy sokszor láttam már ilyet, hogy ki van szakadva, nemes vakolatostól, drive-it hálostól, mindenestől. Vagy valami külső fizikai hatás érte, vagy lefociszta a gyerek, nem tudom. És ez mikor egy pár évvel ezelőtt elkezdtem csinálni a szigeteléseket, ez mindig valahogy eszembe jut, hogy ennek a rögzítése nem teljesen tökéletes. Erre a megoldásra fejlesztettem ki saját magamnak egy olyan eszközt, ahol nem csak a ragasztóval kapaszkodik a indítósinnek az eleje a hungarocellhez, hanem egy kicsit fizikai hatással is. Ezt akarom nektek megmutatni, hogy milyen eszközzel és hogy lehet még rögzíteni. Ha éppen esetleg pont benne vagytok a szigetelésbe, vagy érdekel titeket ez a dolog, akkor szívesen megmutatom, gyertek. Ugye az indító sinnak itt a hátulja, ez rendesen fel lett dűbelezve egyenesen a falra, de itt az eleje, az indító sin, az mozog. És az a baj, hogy ez glettelésnél már ezt az ember kevésbé figyeli, hogy ez pontosan és tökéletesen egyenesen a helyén legyen, pedig az első sor hungarocell az ugye egyenes, úgyhogy ezt érdemes felhúzni ide a helyére. És ahhoz, hogy ez jobban tudjon fixálódni, egy ilyen hegyes fogónak a segítségével, így 10-15 centinként, így beroppantom az élvédőnek a tetejét, és ilyen kis köröm nyílik meg. És akkor ezek a kis körmök, ezek tudnak majd kapaszkodni a hungarocellbe, és így egy kicsi statikusan is rögzül a indítósin a hungarocellbe. Tehát itt már nem kell félni attól, hogy glettelésnél esetleg lecsúszik a helyéről, vagy nem lesz egyenes, és ráadásul ezeken a kerek pontokon, ahol be van roppanva, itt több ragasztóba ágyazódik majd a indítósinnek az eleje. Úgyhogy megéri azt a kis időt, hogy az ember végig menjen egy ilyen hegyes fogó segítségével, és egy ilyen fal szakaszon egy pár perc alatt végig lehet jutni. Úgyhogy így ebben a megoldással egy kicsit stabilabb lesz az indítósinnek az eleje. Sokszor hallom, hogy most már elhagyják az indítósint, pedig én azt gondolom, hogy nem véletlenül találták ki a rendszerhez, tehát innen alulról a hungarocellt el kell zárni, ne tudjon semmiféle bogár, rágcsáló, akármi belefúrni magát a szigetelésbe, mert ha egyszer ide valami beköltözik, akkor az onnan ki nem jön. Úgyhogy így szoktam rögzíteni az indítósint, biztos, hogy nem sokan csinálják, de szerintem megéri ezt a kis fáradtságot. Fogadjátok meg a tanácsot, köszönöm szépen, hogyha már megnéztétek ezt a videót, és ilyen sokan feliratkoztatok. Sziasztok!